És akkor lássunk is neki a ma esti tanulásnak. Egy kicsit vissza kell mennünk a 119-es lap végére, és arról volt szó a 119-es lapon, hogy a pészachi áldozati hús után nem szabad semmit enni, hogy az áldozati húsnak az íze a szájunkban maradjon, és ezzel kapcsolatban föltette a Talmud azt a kérdést, hogy rendben van, hogy a pészachi áldozati hús után nem szabad enni, de manapság, amikor nincsen pészachi áldozati hús, akkor ezt helyettesíti a macesz, amit eszünk a szédereste végén. A macesz után lehet enni valamit? Ezzel a kérdéssel fejeztük be a tegnap esti tanulást, és innen folytatjuk ma este. Tnán, tanultuk a Misnában. Azt mondta Rav Jehuda Smuel nevében, hogy a macesz után sem szabad semmit enni. Ugye a fikoiman az utolsó darab kis macesz, amit megeszünk a szédereste vége. Ugye mindenki tudja, ez a macesz, amit a gyerekek ellopnak, vagy eldugunk a gyerekek elől, attól függ, mi a, éppen a helyi szokás. Remélhetőleg a vacsora végére előkerül, és ezzel fejezzük be az étkezést. Most a afrikaiban után csak a maradék két pohár bort lehet inni, ugye az a, illetve vizet is lehet különben inni, ugye ez a két pohár bor, amiben befejezzük a széderestét, de semmit nem szabad enni. Szóval a desszertet azt még az afrikaiban előtt kell, hogy megegyük. Honnan jön ez? Smuel mondásából, ugye Smuel azt mondta, hogy ez az előírás, hogy semmit nem szabad enni az utolsó falat után, ez nem csak a pészachi áldozati húsra vonatkozik, hanem vonatkozik a maceszre is, amit a szédereste végén eszünk, és amivel manapság, amikor már nem áll a szenté, és nincsen pészachi áldozás, helyettesítjük a pészachi áldozati húst. Tnán, én maftinach el pészach afikaim, erre a Talmud fölteszi a kérdést. A mi misnánkban csak annyi szerepelt, hogy a pészachi áldozás után, vagy pontosan a pészachi áldozati hús után nem szabad enni desszertet. De nem szerepel az, hogy a macesz után ne lenne szabad. Akkor ebből talán úgy tűnik, hogy a misnánk mégis azon a véleményen van, hogy a macesz után lehetne enni desszertet. A pészach után nem szabad. Ával áhrem mace, maftirin. De akkor ebből úgy tűnik, hogy a macesz után mégiscsak lehetne enni. Azt mondja erre a Talmud, laj mi baj, kalma? Talmud azt mondja, nem így kell ezt érteni. Hanem úgy kell érteni, hogy laj mi baj, nem csak, azaz. Laj mi baj, áhrem mace, de laj naf is a támáj. Nem csak, hogy a macesz után nem szabad enni semmi, mert ez érthető is, hiszen a macesznek az íze, az egy nagyon gyenge íz, nincsen egy valami erős, jellegzetes íze. És ezért, ha bármit ennénk utána, akkor az elvinné a macesz ízét, és nem a macesz ízével feküdnénk le este. De azt gondolhattam volna, hogy a pészachi áldozati hús után, aminek nagyon erős az íze, egy ilyen sült barbecue húsnak, igen, erős az íze, úgyhogy ha még eszünk utána valami desszertet, akkor az még nem fogja elvinni az ízét, még egy ideig érezni fogjuk az ízt, ami följön. És ezért azt gondoltam volna, hogy ott nincs ilyen előírás. Másmalan, ezért mondta a misnánk, hogy de, ott is van előírás. De az, hogy a misna csak a pészachi áldozati húst említi, mint olyan, ami után nem szabad semmi mást enni, az nem azért van, mert a macesz után lehet enni, hanem azért van, mert azt hihettem volna, hogy a macesztől eltérően a pészachi áldozati hús után lehet enni. De a macesz után egyértelmű, hogy nem lehet enni, mondaná a Talmud. Léma messzájlé, és úgy tűnik, hogy van egy brájtánk, egy toszeftánk, ami alá is támasztja ezt a tanítást. A toszefta ugyanis azt mondja már azt a tanítást, hogy a macesz után nem szabad a utolsó falat, macesz, a fikaiman után nem szabad semmit enni. Ugyanis a toszefta a következőt mondja. Haszuf ganin vá duvsavnin vá iskritin adem malek részemihem. Azt mondja a szufganin, a fánk és a mézes sütemény, és az iskritin, az valami más ilyen
olajban sült tésztaféle, ezek természetesen mind Pészakra kóser tésztafélék, tehát nem hametszak. Adam e málek részemjel, az ember feltöltheti a bendőjét mindezekből, de egyetlen dologra kell figyelnie, hogy a végén egyen egy darab maceszt. Bachrajnaim, úgy látjuk ebből a szövegből is, hogy a végén kell, hogy egyen a maceszból, de hogyha előbb eszik a maceszből, és utána eszi ezeket a desszerteket, akkor az nincs rendjén. Akkor látjuk, hogy ez is alátámasztja Sámuel Smuel véleményét, aki azt mondta, hogy a macesz, az utolsó darab macesz, a fikajmen után nem szabad semmilyen desszertet enni. Azt mondja a Talmud, lajmibe kajkajamán. Azt mondja a Talmud, nem biztos, mert ezt a szeftát, ezt a brájtát lehetne másképp is értelmezni. Ezt is lehetne úgy értelmezni, hogy nem csak, idézőjelben, nem csak logikát követ. Hogy kell érteni a nem csak logikát itt, ebben az esetben? Lajmi bajek jamán. Lajmi bajebre is sajna de káhele tavain, ábel bách rajna, dilma aszle michváhele gásza. Azt mondja a Talmud, itt mind van a hangsúly? Hogy nem azon van a hangsúly, hogy a macesz kell, hogy legyen a végén az étkezésnek, hanem azon van a hangsúly, hogy a macesz lehet a végén az étkezésnek. Azt gondolhattam volna ugyanis, hogy a macesz csak az elején lehet az étkezésnek. Miért? Azért, hogy jó étvágya legyük. De az étkezés végén nem lehet a macesz, mert akkor már nem jó étvágya leszünk, hanem már teli van a hasunk, és már nehézkes az evése. És ezért mondja a brájta, hogy ehet az ember, feltölteti a bendőjét mindenféle finom desszerttel, mint például a fánkkal, természetesen Pészakra kóser fánkkal, és másféle ételekkel, és a végén ehet macesz, mert azt akarja ezzel mondani, hogy nem tartunk attól, hogy a chila gasza, hogy egy ilyen tömött hasra való evés fog bekövetkezni, ami nem lenne illendő. Oké, akkor bárhogy is legyen, Smuel véleményét lehet is igazolni, meg lehet ellentétesen az ő véleményével is tanítani, tanulni a dolgokat, de bárhogy is nézzük, a szöveg az megengedi azt, hogy Smuel véleményét elfogadjuk, aki azt mondta, hogy az utolsó darab macesz után már nem szabad semmilyen desszertet enni. De ezt az egész diskurzust pont fordítva is, tükrözve is lehet tanulni, úgyhogy most gyorsan végigmegyünk rajta, ami a tükrözés az azt jelenti, hogy itt volt két forrásunk, volt a Misna, és volt a volt három forrásunk, volt Smuel mondása, volt a Misnánk, és volt egy brájta. Mi az előbb úgy néztük, hogy Smuel azt mondta, hogy nem lehet a macesz után semmit enni. Úgy tűnt, hogy ezzel ellentétes a Misnánk, ezt kimagyaráztuk. Majd azt mondtuk, hogy van egy brájta, ami Smuel véleményét alátámasztja, de lehet fordítva is tanítani. És akkor a fordított tanítás az úgy tűnt, vagy fordítva is fönnmaradt ez az egész diskurzus, méghozzá úgy, hogy Smuel nem azt mondta, hogy nem lehet enni semmit a macesz után, hanem azt mondta, hogy lehet enni a macesz után. Akkor viszont a Misnának a szövege egyszerű értelmezésben alátámasztja azt, amit Smuel mondott. A brájta, a tosefta az ellentétes vele, és ezzel el lehetett magyarázni, ki lehet magyarázni, hogy mégse legyen ellentétes vele. És most ezt fogjuk gyorsan megnézni. Már maszne hachi, már zutra maszne hachi, már zutra pont fordítva tanította ezt az egészet, amár a Smuel, Smuel szerinte nem azt mondta, hogy nem lehet semmit enni a macesz után, hanem pont fordítva azt mondta, hogy lehet enni a macesz után. Maftirin áhára máca afikoiman, szerinte úgy kell olvasni, hogy lehet a macesz után enni desszertet. Némem a szájleim maftirin áhára pészach afikoiman, áhára pészach de lajával, áhára máca maftirin. Akkor ezt alátámasztja az, amit a Misnánkban látunk, hogy a Misna mit mond? Hogy a pészachi áldozat húsa után nem lehet semmilyen desszertet enni. Ebből mit látunk, hogy a pészachi áldozat húsa után nem lehet, de a máce után lehetne. Mert azt mondja a Talmud, lajmi baja kamár, lajmi baja áhár máce delej nafistáj májú, ával áhár pészach éme lajke másmulan. Talmud azt mondja, hogy nem biztos, hogy a Misnánk alátámasztja, mert úgy is lehetne mondani, hogy lajmi baja, hogy nem csak, a nem csak az azt jelenti, hogy nem csak, hogy a macesz után nem lehet enni, hanem a pészachi áldozat után sem lehet enni. És ezzel kapcsolatban föltettünk egy kérdést, már Smuel véleményével kapcsolatban a brájtában, amelyik úgy hangzott, ha szóval gondolva dúsim, vagy iszik, én adom állak részem,
hogy az ember ehet mindenféle desszertet, a lényeg az, hogy a végén egyen maceszt. Erre azt mondtuk, bachrajne, imberi, sajne, laj, hogy úgy tűnik, hogy a végén kell, hogy egyen egy maceszt, akkor ez szembe megy azzal, amit ez szerint a változat szerint Smuel mondott, hogy a maceszt után lehet enni. Tehát, hogyha lehet a maceszt után enni, akkor miért mondja a Bright azt, hogy a végén mindenképp kell enni maceszt? Ez mi azt arra enged következtetni, hogy a maceszt kell, hogy legyen az utolsó dolog, és erre azt mondja, Talmud, laj, mi baj, kamár, laj, mi baj, de ka achillete, avajnába, bachrajne, de azt mondja, michle, achille, gászaim, laj, kamás, melon. Ugye azt akarta itt a Brájta mondani, hogy nem csak az étkezés elején lehet enni a maceszt, hanem lehet enni az étkezés végén is. De ez nem az, és miért? Azt gondoltuk volna, hogy csak az étkezés elején lehet enni, mert akkor jó étvágya lesz az ember, de az étkezés végén nem. És ezért a Talmud, ezért a Brájta elmondja, hogy lehet az étkezés végén is enni, amikor az embernek teli van a hasa. Oké, bármi is legyen, akkor így is lehet nézni, úgy is lehet nézni, amúgy is lehet nézni, de a történet végén a halacha az az, hogy nem lehet enni valóban semmit az utolsó macesz után, az utolsó macesz pedig ugye az afikojman. A következő rész a Talmudban, az egy meglepően fontos rész, érdekes, hogy ennyire a végére maradt a Meszechtének, a Pészach traktátusnak. Arról lesz szó, amit már egy párszor említettünk, hogy a macesz micvája manapság az egy tórai micva, vagy egy rabbinikus előírás. Amel rave, mátszab ez már az zed, a rájsza, maraj darabon. Rave a következő állásponton volt. Szerinte manapság, a mai időben a macesz az egy tórai kötelesség, a torma az egy rabbinikus kötelesség. Ugye alapból a tórában három dolog van említve, ami úgymond a szimbolikus étele a széder estének. A pészachi áldozati hús, a torma és a macesz. Ma nincsen pészachi áldozati hús, de nincsen szentély. Maradt a torma és a macesz. A torma az csak egy rabbinikus előírás. Miért? Mert hogy mindjárt látni fogjuk a szövegből, a rabbik úgy értették a szöveget, hogy a torma ugye azt mondja, hogy tormával és macesszel egyék azt, már mint az áldozati húst, és ebből arra következtettek, hogy a torma csak akkor micva, amikor van áldozati hús. Ha nincsen áldozati hús, akkor nem micva a torma. És ezért elviekben manapság, amikor nincs áldozati hús, akkor nem lenne micva a torma, csak hogy a rabbik meghagyták, hogy mégis legyen emlékül a valamikori tormára. Ezért a torma az egy rabbinikus micva manapság. Igen, ám csak akkor fölmerül a kérdés, hogyha az egészet onnan vezetik le, hogy tormával és macesszel egyék azt, az az áldozati húst, tehát csak akkor van a torma, amikor van áldozati húst, akkor ugyanígy igaz kéne, hogy legyen a macesszel. Ugyanebben a mondatban az is szerepel, hogy macesszel és tormával egyék azt. Miért mondja akkor mégis Rave azt, hogy a macesz az tórai kötelesség? Erről lesz szó a következő részben. Hát akkor még egyszer, amen, Rave azt mondta, Mátszabizmán az Edo Rájszam Maraid Rabban, manapság a macesz micvája az egy tórai micva, és Maraid Rabban, és a torma az egy rabbinikus micva. Májsna Maraid, miért tér el a Maraid, a torma, miért mondjuk azt, hogy a torma az csak egy rabbinikus micva? Dich szíván macajszom a rajnim. Bizmán léka pészák és Maraid, bizmán de léka pészák léka Maraid. Ugye miért? Mert az áll a Tórában, Mózes 4. könyvének 9-es fejezetének 11-es mondatában, tormával és macesszel és tormával egyék azt, azaz az áldozati húst. Tehát akkor, ha van áldozati hús, van torma, ha nincs áldozati hús, nincs torma. Ha viszont ez így van, mátszan námi, haksziván macesszum rajrim jéhnú. Ha viszont ez így van, akkor ez ugyanúgy igaz kéne, hogy legyen a macesszre is. A macesszről is azt mondja a Tóra, hogy macesszel és tormával egyék azt, tehát, hogy a áldozati húshoz köti a maceszt. Azt mondja a Talmud, igen, de a macesszel van egy másik felhívás is. Ugyanis a Tóra azt mondja, Mácsa me hader bekra, merev tajikl macesz. A Tóra ugyanis Mózes második könyvében azt mondja, egy látszólag fölösleges fordulattal, de erev tajikl macesz, este egyetek maceszt. És ebből látom, hogy mindenképp egyetek. Akkor is egyetek, hogyha nincsen az az előfeltétel, hogy ott legyen az áldozati hús, kell enni maceszt.
Vagyis a macesz nincsen kizárólagosan az áldozati hús fogyasztásához kötve. Nem úgy, mint a torma, ami ahhoz van kötve. Ez volt Rave véleménye. Tehát Rave azt mondja, hogy a macesz manapság tórai kötelesség, a torma rabbinikus kötelesség. Miért rabbinikus kötelesség a torma? Mert az egyértelműen és kizárólag az áldozati húshoz van kötve. Tehát ha nincs áldozati hús, akkor nem lenne kötelező a tóra szerint. A macesz viszont bár ugyancsak az áldozati húshoz van kötve, van egy másik forrásunk, egy másik referenciánk, ahol önállóan is meg van említve, ahol a tóra azt mondja, este egyetek maceszt, tehát független attól, hogy van-e áldozati hús vagy sem. Ez volt Rave véleménye. De van egy másik vélemény is. Rav Achabar Jákev már echodzed rabbanan. Rav Achabar Jákev azon az állásponton van, hogy mind a macesz, mind a torma, mind a kettő manapság rabbinikus kötelesség. Ja, miért? Hát Rave nagyon jól levezette, hogy miben más a macesz, mint a torma. Miért nem fogadja ezt el Rav Achabar Jákev? El a hakszínbe, erre tojjuknú macesz. Egyszer az van írva, hogy este fogyasszátok a maceszt, önállóan említve a maceszt, akkor miért nem fogadja Rav Achabar Jákev, hogy ez arra való felhívás tulajdonképpen, hogy akkor is kell enni a maceszt, hogyha nincsen áldozati hús. Azt mondja, Talmud a hubim baj elej, le tamém és ajvedereke hajka. Szálkadájt a hamin, kivind a peszek lejátsz, ahli. Mácsa már önnám, nöjnöj nachel, ke másmelan. Azt mondja, a Talmud nem. De Achabar Jákev szerint ez a referencia, hogy este egyetek maceszt, ami önállóan említi a maceszt az áldozati hús nélkül, az nem nekünk szól. Nem nekünk, akik ma manapság úgy élünk, hogy nincsen szentély és nincsen áldozati hús, hanem azoknak szól, akik tisztátalanok voltak, vagy távol voltak Jeruzsálemtől, még abban az időben, amikor volt szentély. Most. Azt gondoltuk volna, hogy az ő esetükben mi volt az előírása. Valaki tisztátalan volt, és ezért nem mehetett föl Jeruzsálembe. Vagy távol volt egyszerűen Jeruzsálemtől, és ezért nem hozta meg a pészachi áldozatot. Mi az előírás? Hogy nem eszik pészachi áldozati húsból, hanem megvárjuk a következő hónapot, és Ijár 14-én, pészach séni napján pótolhatja az áldozást. Azt gondoltam volna, hogy mivel nem eszik az áldozati húst, ezért ne egyen maceszt és macesz sem. Ennek az ő szédeestje, az macesz nélküli. És erre mondja azt a tóra, erre tökül maceszt, este egyetek maceszt. Vagyis ez nem arra való felhívás, hogy akkor is egyetek maceszt, ha nincs szentély, hanem arra való felhívás, hogy akkor is egyetek maceszt, hogyha éppen távol vagytok a szentélytől, vagy tisztátalanok vagytok. Viszont, hogyha már túl vagyunk a szentély idején, mint manapság, egyáltalán nincs áldozati hús, de Achabar Jákev szerint a macesz sem lenne kötelező, ugyanúgy a torma sem. Oké, ez egy teljesen releváns és logikus következtetésnek tűnik. Mit fog erre mondani Rave? Rave amár lach, tam, bebe sajbe derecher chayke lajt szalikra, de laj gari mar elu ben neichar. Azt mondta Rave, ehhez nincs szükség, igazad van, hogy az is, aki távol volt Jeruzsálemtől, vagy aki tisztátalan volt, annak kell lennie a maceszből, annak kell lennie, hogy nem eszik az áldozati húsból. Teljesen igazad van, ezt elfogadom. De ehhez nincs szükség egy tórai referenciára. Tórai referencián nélkül is tudom ezt, hiszen nem valószínű, hogy valaki, aki tisztátalan, vagy éppen távol van Jeruzsálemtől, az rosszabb, hátrányosabb státuszba kerüljön, mint a körülmetéletlen, vagy az idegen, akikről a következőt tanultuk, de Tánja, azt tanultuk egy brájtában, hogy a Tórában az áll Mózes második könyvének 12-es fejezetének 48-as mondatában. Kol arel na jöjjhal baj. Körülmetéletlen ne egyen belőle. Miből ne egyen? Az áldozati húsból. Ával a jöjjhal be mátszem már. Miért mondja azt a Tóra, hogy ne egyen belőle az áldozati húsból, mert azt akarja mondani, hogy az áldozati húsból ne egyen, de a maceszból és a tormából legyen. Tehát, ha valaki eleve nem ehet az áldozati húsból, nem csak átmenetileg, mert tisztátalan, vagy éppen távol van Jeruzsálemtől, hanem mert vagy idegen,
azaz nem zsidó, vagy azért, mert körülmetéletlen, akkor is kell egyen a macezből. Akkor pláne, ha valaki csak átmenetileg van eltiltva az áldozati hústól, mert távol van Jeruzsálemtől, vagy mert tisztátalan, akkor ő is kell, hogy egyen a macezből. És ezért azt mondja, Rabbe, nincs szükség erre a mondatra. De nélkül, a mondat nélkül is tudom mindezt. Hoppá, igaz van Rabbenek, akkor most menjünk vissza a Váhover Jákövhoz. Mit fog ő erre mondani? De idag, Xivbehaj, Ucrichi, azt mondja, szerintem szükség van erre a mondatra, és nem elég ezt kikövetkeztetni a körülmetéletlenből és az idegenből, ilyen az körülmetéletlen és az idegen esetéből, hanem mert nem tudtam volna onnan kikövetkeztetni. Hogy miért nem tudtam volna, mert most nem fogunk belemenni, ő nem is fejti ki, de mindesetre ez Rabbi Jákob véleménye. Bárhogy is legyen, a legtöbb kommentár, a legtöbb törvényhozó azt paszkenolja, hogy manapság a macesz az tórai kötelesség, a torma viszont nem tórai kötelesség, tehát Rave és nem pedig Rabbi Jákob Jákob véleményét fogadják el. Tányaka valószínűleg Rave, Rave véleményét erősíti az a brájta, amit tanultunk a következőkben. Sénse sem, mint a Mácesz vémes fiát szereszlás sem elejkeha. A Tórában azt mondja Mózes 5. könyvének 16. fejezetében, 6 napon át egyen maceszt, a 7. napon gyülekezés legyen az örökkévaló Istenednek. Más véresusz, ávsés, és jamimresusz, ugye ez egy nagyon érdekes egy nagyon érdekes mondat. Ugye alapból Mózes 2. könyvében az van azt olvassuk a 13-as fejezet 6-os mondatában. Sivász jamim toichlu macesz. Toichal macesz. 7 napon át egyed a maceszt. Ez az egyik hely. A másik helyen Mózes 5. könyvében azt olvassuk. 6 napon át egyed a maceszt. A 7. nap ünnep legyen az örökkévalónak. Mondjuk a 7. nap nem kell enni maceszt. Akkor most 7 napon át kell enni a maceszt? Vagy 6 napon át kell enni a maceszt? Erre mit mond a Tóra? Mit mond a Talmud? Má svíresusz. Ávsésesz jamimresusz. Miért vette ki a kollektívából? Miért emelte ki, különítette el a 7. napot a Tóra? És mutatta meg, hogy a 7. napon nem kötelező enni a maceszt, hanem csak egy lehetőség, hogy megtanítsa nekünk, hogy az első 6 napon sem felszólító módban érti a Tóra, hogy egyetek maceszt, hogy kötelező maceszt enni, hanem csak azt mondja, hogy ha kenyeret akarsz enni, akkor az legyen macesz. Davar sajja bichlald, jatsza minna klalle lámed. Ugye ez az egyike a 13 alap logikai elvnek, amivel a Tórát lehet értelmezni, amiről többször volt már szó. Ebből a 13 alapelvből davar sajja bichlald, jatsza minna klalle lámed, löjle lámed el acme jatsza, ele lámed el a klal klula jatsza. Ez az alapelve a következő kép hangzik. Ha van egy klál, van egy kollektíva, abból ki van emelve egy részlet, és arról a részletről valami, vagy azzal a részlettel kapcsolatban valami tisztázva van, akkor ez az egy részlet nem azért lett kiemelve, hogy ezzel az egy részlettel kapcsolatos következtetéseket levonjuk, hanem azért lett kiemelve, hogy ezzel az egy részlettel kapcsolatos tisztázásokat az egész kollektívára értve megismerjük. Tehát, hogyha én azt mondom, mondjuk, hogy tudom én, sok édesség van nálunk. Majd azt mondom, a kedvencünk a párvei csokoládé. Akkor ebből mi derül ki? Én mondtam egy kollektívát, sok édesség van nálunk, és ebből kiemeltem egy részletet, és azt mondtam, hogy ez egy párveét csokoládé, akkor kiderült, hogy itt tisztáztam, hogy ez párve, tehát nem teljes csokoládékról, vagy édességekről van szó. Akkor ezt kiterjesztem, ezt a tisztázást, és azt mondom, hogy azért mondta a Slomo, hogy azért emelte ki ezt az egy részletet, hogy az összes többi részlettel kapcsolatos dolgokat is megismerjük, és ebből az egy részlettel kapcsolatban kiderült, hogy ez egy párve édesség, akkor az összes többi édesség is párve. Akkor itt is erről van szó.
A Tóra mondott egy alapelvet, 7 napon át tegyél maceszt. Majd kiemelte a 7. napot, és azt mondta, hogy az nap nem kötelező enni a maceszt. Ebből tudom, hogy az azt megelőző 6 napon is nem úgy érti, hogy egyél maceszt, hogy kötelező, hogy mit szó enni, hanem úgy érti, hogy ezt teheted. Más nem ehetsz. Oké, akkor ebből kiderült a 7 nap. Mi van az első estével? Jochel áf, lájlad is sajnosúsz. Talán az első este is csak egy lehetőség, és nem egy kötelesség maceszt enni? Talmud lajn már el, mert szajszom, mert rajrim jéhnú. Ezért mondja a Tóra azt Mózes 4. könyvében, hogy este, amikor eszitek a áldozati húst, az enyétek maceszen és tormával. Oké? Akkor innen tudjuk, hogy az áldozati húst, ugye ezt mikor fogyasztom? Az első este, innen tudom, az első este a macesz evése az egy kötelesség, és nem egy lehetőség. Az összes többi nap az egy lehetőség. Ezt előbb levezettük. De az első este az egy kötelesség. Én li előbb ez más, mész a migdas kájom, ez más, én mész a migdas kájom minálj. Oké, mindez akkor igaz, abban az esetben, amikor áll a szentély, és van áldozati hús, akkor tudom, hogy az áldozati hús mellé kötelező az első este enni maceszt. Mi van a többi évvel, a többi idővel, azok abban az időkben, amikor már nincsen szentély? Azt mondja, Talmud, lejj már bereftek, maceszt. Ezért mondja a Tóra Mózes második könyvében azt a mondatot, amit mi is már többször idéztünk, hogy este egyetek maceszt, azaz, hogy az esti, aznap esti, az első esti maceszevés, az mindenképp kötelesség. Kavaj, hajva, a Tóra meghatározta, hogy ez mindenképp kötelesség. Oké, bárhogy is legyen, akkor ezért ez a brájta is Rave álláspontját támasztja alá, ugyanis ez a brájta is egyértelműen azon az állásponton van, hogy az első este kötelező enni a maceszt, nem csak akkor, amikor van áldozati hús, hanem akkor is, amikor már nem áll a szentély, és nem hozunk áldozatot, akkor is kötelező a maceszt fogyasztása az első este. Oké, elérkezünk most a misnához. A misna azt mondja, Jasnumik caszonyai chélu, kulan lajai chélu. Ugye, ülünk és esszük a áldozati húst, egy nagy társaságban tartjuk a szénerestét, és ugye mindenkivel előfordul, kicsit késő este van, akkor kicsit elszúnyókál a vacsora asztalnál. Most, ha mindenki elaludt, és utána fölébredtek, akkor nem lehet folytatni az evést, mert az már egy új csoport, az már egy új társaság. Ugye mi az alap? Az alap, hogy a áldozati húst, azt egy társaságban kell enni. Most, hogyha mindenki elaludt, és utána mindenki fölébredt, akkor egy új helyzet, egy új társaság, akkor nem lehet folytatni az evést, amit megkezdtünk, hiszen egy társaságban kell enni, és nem kettőben, háromban, és így tovább, hogy ezt már többször tanultuk. Ha viszont csak egy része a társaságnak aludt el, akkor lehet folytatni az evést. Jajsz jaj, mert nisz námnu jaj, hejlú, nirdemula jaj, hejlú. Jajszi, különbséget tesz a szunyókálás és az alvás között. Szóval, ha csak szunyókáltak, akkor még akkor is, ha mindenki elszunyókált, akkor is lehet folytatni az evést. Ha viszont elaludtak, akkor nem lehet folytatni. Majd mindjárt tisztázni fogjuk, hogy mi a különbség a szunyókálás és az alvás között. Azt mondja a Talmud, a Pészak áhákat szájsz, mert támész jadáim, pigulván nöjszor, mert támén esz hajadáim. Utolsó szabálya a misnának, hogy a Pészach hús a éjfél után, amikor már nem lehet fogyasztani, hogy ebből ki is derül, ugye a Pészach áldozati húst az csak a széder este, éjszaka, éjfélig lehet fogyasztani, de utána nem lehet fogyasztani. És nem csak nem lehet fogyasztani, mert valaki hozzáér, akkor az a kezét tisztátalanná teszi, hogy miért, arról mindjárt fogunk külön beszélni. Pigulván, nőszöm, hogy támesz egy ráim, és ugyanígy azok az áldozati húsok, amelyek valamilyen oknál fogva alkalmatlanná váltak, ezek is a kezet tisztátalanná teszik, így például a pigul, ugye az az áldozati hús, ami azért vált alkalmatlanná, mert a kohanita arra gondolt, hogy valamilyen rossz helyen, vagy rossz időben fogják elfogyasztani ezt az áldozatot,
vagy a noiszor, bármilyen áldozati hús, ami az időkeret meghatározott fogyasztásra meghagyott időkeret után megmaradt, ezek mind-mind a kezet tisztátalanná teszik, ahogy ezt majd mindjárt részletesebben is ki fogjuk fejteni. Látom, hogy többen aggódtok, nagyon kedvesek vagytok a hangom miatt. Én nem vagyok covidos, csak egyszerűen időről időre előfordul, sokat beszélek nagy hangon, és ez a sábeszkor előfordult a gyerekeimmel, kénytelen voltam nagy hangon beszélni, ilyenkor elmegy a hangom. Amúgy teljesen jól vagyok, köszönöm szépen. Oké, mit mondott a Misna? A Misna azt mondta, hogy a Bihőszi szerint különbség van akkor, hogy valaki alszik, vagy valaki szúnyókál. A Bihőszi Aymenis Namnúje, Helen Irdemüleichén. Vészi azt mondta, ha csak elszúnyókáltak, akkor lehet folytatni az evést, hogyha elaludtak, akkor nem lehet. Heichi daminis namne, mit jelent az, hogy elszúnyókálni? Amara vási nim velöj nim tír velöj tír. Vási szerint ez az, amikor valaki alszik is, meg nem is. Alszik is, meg ébren is van egy kicsit. Kögöjj de kari léve anni, velöj de lá duresz van, vichy mit kerül a mit kell. A szúnyókálás olyan, hogy ha hívják, akkor válaszol az ember, de hogyha valamilyen mélyebb gondolatot kellene kifejtenie, akkor nem tudná kifejteni. Viszont, hogyha emlékeztetik rá, akkor visszaemlékezik. Ugye mindannyian ismerjük ezt az állapotot, különösen a meglett, magunkfajta meglett férfiak, akik egy jó vacsora után leülnek a diványra, és ott is vannak a társasággal, meg nem is, egy kicsit úgy elszúnyókálunk, egy kicsit követjük, úgy messziről halljuk, hogy miről van szó. Hogyha hívnak minket, akkor válaszolunk, de azt nem lehet mondani, hogy tényleg ott vagyunk. Na, ez a szúnyókálás. A bája, ha vija, szök mélyre rába, a házadak, ami nem nem. A bája egyszer rábával töltötte a széderestét, és látta, hogy rába szúnyókál. Amelé, meinam, kanaim, már. Azt mondta neki, mester, te elaludtál, akkor nem szólt, hogy megegyed a fikaimont, a macest. Ha mellé mi numnik, ami nem nem, nem is nem nem, jöjj helyül, nem jöjj helyül. Azt neki rá, nem. Én nem aludtam el, csak elszúnyókáltam, és azt tanultuk. De Jöjszi azt mondja, hogy aki elszúnyókált, az még folytathatja a széderestét, csak az nem folytathatja, aki tényleg elaludt. A Pészak, Hachem, Hacelejsz, mert támelszél, dáj. Mi volt a másik, a következő törvény a Misnában, hogy éjfél után a pészachi áldozati hús az tisztátalanná teszi a kezünket, csak úgy, mint a pigul és a noiszor. Azok a különböző féle alkalmatlan áldozati húsok. Mit látunk ebből, hogy ha éjfél utánban határozta meg a Misna, hogy az áldozati hús tisztátalanná teszi a kezünket, ez egyben azt is jelenti, hogy ezek szerint az pészachi áldozati húst mindenképp éjfélig el kell fogyasztani. Álmachatszajsz hávelé naiszar, úgy tűnik akkor, hogy éjfél után a pészachi áldozati hús az már noiszor, az már visszamaradt időkereten túli áldozatnak számít. Mantana, ki az, aki ezt tanította? Kinek a véleményét követi ez? Amar Rav Jöjszef, Rabbi Lazer ben Arájzehu, Azárjahu. Rav Jöjszef szerint ez nem más, mint Rabbi Lazer ben Azárja álláspontja. De tánya, ve achló, esze bassza be lájla, ze, hogy tanultuk egy brájtában, hogy azt mondja a Tóra, és egyék ezt a húst, ezen az és egyék a húst ezen az estén, tehát 15-én este, be az árja, hogy mert nem mánkán be lájla, ze, nem arra hálein, be ávárti, be recüsztráin, be lájla, ze, mála hálen átkacolsz, afkadán átkacolsz. Ebben a szövegben, ez ugye Mózes másik könyve, amikor leírja a Tóra, hogy a zsidók fogjanak egy-egy bárányt, vágják le, egyék meg a húsát, a vérét pedig kenjék fel az ajtófélfára, és akkor, amikor a lesújtó kéz végigmegy Egyiptomon, hogy megölje az elsőszülötteket minden a házban,
akkor át fogja ugrani azokat a házakat, ahol az áldozati vér föl van festve. Most, mindegyik, mindazon a helyen, amikor a Tóra azt mondja, hogy egyék a húst azon az este, és mindahol azt mondja, hogy majd a lesújtó kéz kikerüli a házakat, akkor az azon az este kifejezést használja. És ugyanúgy, ahogy a lesújtó kézről tudjuk, hogy pontban éjfélig sújtott le. Ugyanígy, akkor ezek szerint az áldozati húst is éjfélig kell megenni. Ez Rabbi Elazar ben Azárja véleménye. Rabbi Akiva nem ért vele egyet. Rabbi Akiva azt mondja, hogy nem már hipazé. Rabbi Akiva azt mondja, hogy ugyanebben a szövegben, a 11-es mondatban, ugyanebben a szövegben, itt ugye Mózes második könyvének 12-es fejezetéről van szó, csak az, aki meg akarja nézni a pontos referenciát. A 11-es mondatban úgy fogalmaz a Tóra, és egyétek azt sietve. Most akkor itt a sietésig lehet enni. Mikor siettek a zsidók? Nem éjszaka, hanem hajnalban. Hajnalban siettek el Egyiptomból. Tehát akkor, de ugye Kiva szerint, a fogyasztása a húsnak is hajnalig kellett, hogy történjen. Imkén má támad le, már be lájla. Akkor viszont miért mondja a Tóra azt, hogy egyétek a húst ezen az éjszakán? Jajhalén nechal bekek a dalsén, be jajém, támad le, már be lájla, be lájla, nechalén nechal be. Azt mondja, Rabbi Akiva, azért, mert ez egy különleges áldozat. Általában minden áldozatot legalább részben nappal is lehet enni. Ugye többször volt már róla szó, hogy különböző áldozatoknak különböző időkereteket adtak, hogy milyen időkeretben kell megenni. Van olyan áldozat, amit meg lehet enni egy nappal, egy éjszaka és még egy nappal. Van olyan áldozat, amit meg lehet enni egy nappal és egy éjszaka. De mindenképpen valamelyik nappal lehet enni. És a pészachi áldozat az egyetlen, amit 14-én délután hoznak, és 15-én éjjel kell megenni, és nem tartozik hozzá nappal. Most én azt mondja, Rabbi Akiva, azért kellett a Tórának azt mondani, hogy egyétek azt meg azon az éjszakán. Mert ki akarja hangsúlyozni, hogy ez egy olyan áldozat, amihez nem tartozik nappal, amit nem lehet nappal fogyasztani. Mátámod lajme belájla, jachalé nechal kekadashim ben jaj. Azt gondolhattam volna, hogy ezt csak úgy, mint az összes többi áldozatot, valamikor nappal is lehet enni. Támod lajme belájla, belájla, nechal, de én nechal ben jaj. Ezért mondja a Tóra azt, hogy egyétek aznap éjszaka. Éjszaka lehet enni, de nem lehet enni nappal. Oké. Rabbi Akiva, háj hazze, mája videlé. Akkor viszont Rabbi Akiva, mit ezt értető, de ez elég lenne, hogy azt mondja a Tóra, hogy egyétek éjszaka. Miért mondja azt, hogy ezen az éjszakán? Ugye ez volt Rabbi Elazar ben Azárjának a alapvetés, hogy ezen az éjszakán az evésről is azt, ezt így használja, ezen az éjszakán a lesújtó kézről is így használja, de Rabbi Akiva szerint, hogyha az éjszaka, az csak arra tanít bennünket, hogy csak éjszaka lehet fogyasztani az áldozati húst, és nem tartozik hozzá nappal, akkor miért nem csak annyit mond, egyétek ezt az áldozatot éjszaka. Nem azt mondja, hogy ezen az éjszakán. Mi baj elélem, mi utél lájla áhér huda assza. Szálkadájtek, ha minna hajjó, pejzak kadasim kálim, slami kadasim kálim. Máslam, ne halom is néj, amim lájla áhad, áv pejzak, ukim lejlöz, mi ukim jamim, vien nechod, és néj lejlöz, vien echod, kasszabrach, manna, haze. Azért, mert azt gondolhattam volna, hogy a Pészach, ami amúgy nagyon hasonlít a slamim, az önként hozott felajánlás áldozathoz, azt gondolhattam volna, hogy csak úgy, mint a slamim, három napszakban ehető. Ugye a slamim ehető nappal, mikor hoztad az áldozatot, éjszaka, és megint egy nappal. Akkor a Pészach áldozatnál azt gondolhattam volna, hogy ehető éjszaka, nappal, és megint éjszaka. Fölcseréltem volna a nappalt az éjszakára, az éjszakát a nappalra, de ugyanúgy három napszakban ehető lett volna. És ezért mondja a Tóra azt, hogy belájla haze ezen az éjszakán. A pészachi áldozat csak egy éjszakán át ehető. Ne gondold azt, hogy lehet enni több éjszakán át. Mit fog mondani erre Rabbi Elazar ben Azárja? Rabbi Elazar ben Azárja, amarlach, mi lejt és szirvát bajke návka ha. Azt mondja, ezt Rabbi Elazar ben Azárja, ez nem kell, ez az, nincs erre szükség erre a lájla haze ezen éjszaka a tanítása miért? De ezt egy másik mondatból tudom. És a Tóra azt mondja, ne hagyjál belőle reggelre. Tehát akkor ezen az első éjszakán el kell fogyasztani. Azt mondja, hogy nem. Én azt gondolhattam volna, hogy ez a reggel, ez nem az első reggel,
hanem a második reggelt, és akkor én mindig azt gondoltam, hogy lehet enni éjszaka, nappal, éjszaka, és csak a második reggelre ne hagyjál belőle. Lazabén az árja, kolléka, de kassza, bőjke, bőjke, isőre, lazabén azt mondja, nem. Ha csak az van írva bárhol a Tórában, hogy reggel, az a most következő reggel, az első reggel. Tehát nem gondoltam volna azt, hogy ez a második reggel. Oké, akkor világos a képlet, de Lazabén az árja szerint éjfélig be kellene fejezni a Pészak járzat evését, és ez a mi mistánk álláspontja is, Rabbi Akiva szerint viszont meg lehet hagyni az evést, be lehet fejezni egészen hajnalig. A kérdés az az, ez a helyzet az áldozati hússal. Mi a helyzet a macesszel? Manapság megint csak nincsen áldozati hús, de van macesz. Meddig kell megenni a széder este a maceszt? Amerra alkal mácsa, ez már a ze, áhachacajsz, Lazabén az árja, jöjjöjjöjjöjjöjjöjj, havaszaj. Rave szerint, akkor a Lazabén az árja, aki azt mondja, hogy a macest, hogy a áldozati húst éjfélig kell elfogyasztani, ő azt is fogja mondani, hogy manapság, ha valaki a macest éjfél után ette, akkor nem teljesítette a kötelességét. Sita. Kivön de iszke és le Pészach. Ke Pészach dami. Azt mondja, amúgy mi ebben az újdonság? Persze, hát mivel a Pészach áldozathoz hasonlítjuk a macest, akkor ugyanolyan az előírás, mint a macesznek, mint a Pészach áldozatnak. Ahogy a Pészach áldozatot éjfélig kell megenni, úgy a maceszt is éjfélig kell megenni. Azt mondja, Talmud nem. Máó de téma, ha ápke körömehely kéisa. Azt mondja, Talmud nem. Én azt gondoltam volna, hogy esetleg ugyan hasonlítva van a Pészach áldozatra, de mivel a macesz mégiscsak ki van emelve a Pészachi áldozat a Pészach áldozattal való hasonlóságából. Ugyanis miért van kiemelve, hogy ezt az előbb hosszasan elmondtuk? Mert ugye, ha egyszer azt mondom, hogy a hat napon, ugye emlékeztek, hogy elmondtuk, hogy a első estét követő hét napban nem kötelesség enni a maceszt, hanem csak lehetőség. És kellett egy külön mondat arra, hogy fölhívja a figyelmüket, hogy igenis kötelessége az első este is a macesszemlés, ugye a bereftoichlu macesz, este egyetek macesz. Mivel ezt így hangsúlyozni kellett, akkor azt gondoltam volna, hogy akkor ez mégsem teljesen párhuzamos a Pészachi áldozattal, és lehet, hogy ezt lehet tovább is enni, és nem csak éjfélig. És ezért mondta nekünk azt, hogy nem, mert Lazabén az árja szerint a pont ezt is éjfélig kell megenni, és nem lehet tovább húzni. Most itt szeretném egy pillanatra megállni, és egy gyakorlati témát felvetni. Tehát ez szerint az álláspont szerint, és ez a mérvadó álláspont. Éjfélig be kellett fejezni a áldozati hús fogyasztását, és a macesz fogyasztását is be kell fejezni éjfélig. A kérdés az az, hogy mi az a macesz fogyasztása. Két vélemény van, hogy a széder este mikor teljesítjük, melyik macesszel teljesítjük a micvát. Az egyik vélemény szerint azzal a macesszel, amit a széder este elején eszünk, amikor kezet mosunk, nem elején, hanem a Hagadá elbeszélésnek a végén, de a vacsora előtt, tehát amikor kezet mosunk és eszünk a maceszből, utána eszünk a tormából, utána eszünk a maceszből és a tormából, most ez az a macesz, amivel teljesítjük a micvát. A másik vélemény szerint viszont az afikoimannal, a széder este végén fogyasztott macesszel teljesítjük a micvát. És ez az a oka annak, hogy azért, hogy mind a két véleményt alapján teljesítsük azt, hogy a macest éjfélig kell megegyük, ez az oka annak, hogy az első széder estén, amikor a széder az egy tórai kötelesség a diaszpórában is, igyekszünk a széder estét mindenképp éjfélig befejezni. Ha hosszan akarjuk magyarázni a Hagadát, ha így ez a 4 óra, ez nem elég hosszú, mert általában úgy kb. 8-tól már el lehet kezdeni a széder estét. Idén különben az első széder estét már 7-től el lehet kezdeni, mert az óra állítás az pont aznap éjjel van. De hogyha ez a 3-4 óra nem lenne elég, akkor a következő este, a második széder este lehet hosszan mondani a szédert, és nem kell
igyekezni éjfélig. Igaza van Tamásnak, körülbelül 11:30-kor van az éjfél, hiszen egy csillagászati éjfélről beszélünk, nem? Nem a 24 órás éjfélről. Várj is legyen, akkor a második este lehet hosszabban tartani a szédrestét, és akkor ott csak az szerint, a vélemény szerint teljesítjük a maceszevést még éjfél előtt, amelyik azt mondja, hogy a szédereste elején lévő maceszevés a lényeg. Oké. Mit mondtunk ebben a misnában? Azt mondtuk, hogy a éjfél után meghagyott pészachi hús tisztátalanná teszi a kezeinket. Csak úgy, mint a pigul és a noiszor. Mi ez a pigul? A pigul az az, amikor az a különleges szabály, többször volt már szó, amikor valaki, a kohanita, akkor hozza az áldozatot, akkor a nem a megfelelő gondolattal a fejében hozza az áldozatot. Ez az egyike azon kevés helyeknek, ahol a gondolat, a gondolatiság, áhítat, a gondolat, az meghatározó. Ugyanis, hogyha ő úgy hozza ezt az áldozatot, hogy közben arra gondol, hogy ezt az áldozatot az időkereten túl, vagy a fogyasztás helyének a keretein túl, tehát Jeruzsálemen kívül fogják fogyasztani, akkor ezzel már az áldozatot alkalmatlanná, posszullá tette. Ez a pigú. A noiszor az az, amikor az áldozatot normálisan meghozták, de nem fogyasztották el teljességében, abban az időkeretben meg van határozva, hogy a különböző áldozatoknál különböző időkeretek vannak meghatározva, különben pont a mostani heti szakaszban, a múlt hetiben és az eltiben van részletesen szó az összes áldozatról, valakit érdekel, lehet, hogy olvasni, benne van az is, hogy melyik áldozatra mennyi időnk van. És ez a noisza, hogyha volt egy időkeret, mondjuk, hogy meg lehet tenni slomim áldozatot, meg lehet tenni nappal, éjszaka nappal, az utána jövő, időben, az időkereten túl, az az áldozati hús már noiszor. És mind a kettő, mind a pigul, mind a noiszor. És ugyanígy a pészachi áldozatból visszamaradt hús tisztátalanná teszi a kezeket. Nyilvánvalóan ez egy rabbinikus előírás, de miért hozták a rabbik ezt az előírást? Ez, amit most tanulni fogunk, ezt tanultuk körülbelül egy hónappal ezelőtt. Másfél hónappal ezelőtt. Azt is megmondom nektek, hogy pontosan hol. A 85-ös lapon. Valakit érdekel részletesen, mert vissza tud menni a 85-ös lapra. Ez több, mint egy hónappal ezelőtt, 40 nappal ezelőtt, 35 nappal ezelőtt. Rav Huna verav Chizda chada ma'al mishum chazreke huna, chada ma'al mishum atzaleke huna. Miért hozták ezt a törvényt a rabbik? Rav Huna és Rav Chizda vitatkoznak, hogy miért. Az egyik azt mondta, hogy a rossz indulatú kohaniták miatt, a másik azt mondta, hogy a lusta kohaniták miatt. Ez az első kérdés, az első vitájuk. A másik vitájuk, hogy mi az a mennyiség, amitől a kéz már tisztátalanná válik? Hádamalke zájsz, hádamalke béca. Az egyik szerint egy olivabogyónyi mennyiség az, amitől tisztátalanná válik a kéz, a másik véleménye szerint egy tojásnyi mennyiség az, amitől tisztátalanná válik a kéz. Hádatané a pigul, hádatané a nőz. Valójában nem vitatkoztak, amikor arról volt szó, az egyikük szerint a rossz indulatú kohanitákra gondolva hozták a bölcsek ezt az előírást, akkor ő a pigúra gondolt kifejezetten. A másik pedig, aki azt mondta, hogy a lusta kohaniták miatt, az meg a noiszorra gondolt. Mánde tanné a pigúr misum házdeköne. Az, aki a pigúrról beszélt, a pigúr ugye az, amikor a kohanita más helytelen gondolattal, gondolatisággal hozza az áldozatot. Ő ott azt mondja, azért hozták a rabbik, hogy a pigulhoz érve tisztátalan legyen a keze a kohanitának, hogy a rossz indulati kohanita ne szúrjon így ki a fele barátjával. Van egy rossz indulatú kohénunk. Látja, hogy az ellensége, a gyűlölt ellensége hoz egy áldozatot. És pont rá esik, hogy meghoz az áldozatot. Hogy tud a legegyszerűbben kiszúrni ezzel az emberrel?
hogyha mindent elkészít úgy, ahogy kell, csak a rossz gondolattal. És utána azt mondja, jaj, véletlenül rosszra gondoltam, véletlenül arra gondoltam, hogy az időkereten túl, vagy a helyen túl kell fogyasztani az áldozatot. És ezzel az illető hozhatja újra a áldozatot. Különben az előírás az, hogyha a kohanita azt mondja, hogy véletlenül gondolt, akkor még csak nem is kell kárpótolnia azt, akinek az áldozatát hozta. Most azért, hogy ilyet ne csináljon, a rabbik hoztak egy törvényt, hogy hozzájön a pigulhoz, tisztátlan lesz a keze. És el kell menni, be kell mártani a kezét a mikvébe. Érdekes, hogy ez már visszatartsa attól, hogy kiszúrjon a barátjával. Külön témáról beszéltünk annak idején is, hogy érdekes módon a Toszfot azt mondja ott a 85-ös lapnál, hogy ebben is látjuk azt, hogy az emberek jobban, gyakran, helytelenül, de jobban ügyelnek a szakrális, rituális törvényekre, mint a legegyszerűbb felebaráti szabályokra, felebaráti erkölcsi normákra. Nem szúrok ki a barátommal, nem teszek szándékosan kárt a dolgaiban. Az kevésbé fontos, mint nekem kezet mosni. Úgyhogy mindesetre ezért hozták a rabbik ezt a törvényt, ezzel visszatartsák a rossz indulatú kohanitákat. Mandatania noiszor, suma cálekóna. Most azok pedig, akik amikor a noiszorról van szó, a időkereten túl megmaradt áldozati húsról, ott pedig a lustákról van szó, a kohaniták nincs elég ereje, és nincs elég motiváció, megegye a húst. A rabbik azt mondja, motiválunk egy kicsit, mert ha megmarad a hús, és hozzáérsz, akkor tisztáltalanná válik a kezed. Ez volt az első vita. A másik vita, vagy tulajdonképpen így akkor nem is vita, hanem csak attól függ, miről volt szó. A második viszont az egy vita, és ott az volt a kérdés, hogy mi az a hús mennyiség, amitől a kéz tisztátalanná válik. Hádamár kezájsz, vagy hádamár kebejca. Az egyik szerint egy kezájsz, egy olivabogyónyi mennyiség már tisztátalanná teszi a kezeket, a másik szerint pedig egy tojásnyi mennyiség. Hádamár kezájsz, mándamár kezájsz. Ki is szóra? Aki azt mondja, egy olivabogyónyi mennyiség, azt mondja, azért, mert ez az a mennyiség, ami a tiltott ételeknek a fogyasztásának is a mennyisége. És aki pedig azt mondja, hogy egy tojás mennyiség, azt pedig azt mondja azért, mert ez a tisztátalanságnak, az ételek egy tojás mennyiségű étel az, ami továbbadja a tisztátalanságot, és ezért a másik vélemény azt mondja, hogy ez az a mértékegység, ami meghatározó a kéz tisztátalanná válásában is. Kedves barátaim, idáig tartott a ma esti tananyag, és ahogy mondtam, a folytatást, a 121-es lap folytatását, mert most már átcsúsztunk a 121-es lapra, azt csütörtök reggel fogjuk tanulni, és egyben csinálunk egy sziumot, egy befejezést ennek a traktátusnak, és így fölmentést kapunk az alól, hogy böjtölni kelljen az elsőszülöttek böjtjét, már aki elsőszülött, vagy akinek van egy elsőszülött fia, mint például nekem, bár most már nagykorú, tehát magának neki kellene böjtölnie. Úgyhogy sok szeretettel várlak titeket majd csütörtök reggel. És holnap reggel pedig belekezdünk az új traktátusba, az új könyvbe, a Skalim, a Sékel adományok traktátusába, ami egy rövid traktátus, csak 20 lap. Úgyhogy 3 héten belül be is fejezzük. Mindenkit sok szeretettel várok. Holnap reggel 7:30 a szokott időben a holnapi viszontlátásra, viszonthallásra.